Sárga arccal, hamuszi ruhában jössz felé. Szelíd szemű leány. Nem ilyenek láttalak korábban. Kürtök, csengő kardok évadán. Aranyú mámoros robogtál, kitakarva fénylő kebledet. Vöröslő ködökbe hasítottál utat, mely a mennyekbe vezet. Baka István vers, énekelt vers és prózamondó találkozót és versenyt rendeztek a hétvégén Szekszárdon. Orbán György, a Baka István alapítvány elnöke elmondta, a költő halála óta 2 évente rendezik a versenyt, a kuratórium 5 éve van Szekszárdon. Ebben az esztendőben 75 éve született Baka István, itt Szekszárdon. Nagyon fontos nekünk nyilván az, hogy megfelelő, méltó módon emlékezünk meg róla, illetve élőként tartsuk élővé, tegyük az ő írásművészetét. Ennek egyik alkalma most ez a Kárpát-medencei vers és prózamondó, illetve énekelt versmondó verseny, amelyre nagyon sokan jelentkeztek, és egy nagyon erős mezőny, ami itt most megjelent. Nagyon fontos, hogy az ország, sőt a Kárpát-medence nagyon sok részéből hozták magukkal azokat a mondani valókat, amelyeket Baka István sorain, a Baka István által fordított sorokon keresztül, vagy más magyarországi, magyar nyelvű költők művein keresztül akarnak felénk közvetíteni. A Baka István Alapítvány a középiskolás, felnőtt és megzenésített versek kategóriában hirdette meg találkozóját a Művészetek Házában. Nagyon sokféle szempont lehet egy zsűritagnak. Nyilvánvalóan az elsődleges indító érzés az, hogy itt mindenki felkészült, eljött. Tehát nem fogom figyelembe venni, hogyha valaki megakadt, ha valaki újra kezdi, hogyha valakinek nem jut valami eszébe, mert az a versenylázzal jár természetesen. Számomra az elsődlegesen fontos az, hogy hogyan értelmezi a szöveget, mennyire értelmezi a verset, és mivel itt már a közel felnőttek vannak, a versválasztás is nagyon fontos lehet, de nem döntő. Tehát ahhoz, hogy egy vers átjön, egy versmondás érvényes legyen, ahhoz értelmezni kell, és el kell juttatni a hallgatókhoz. Tehát mennyire szuggesztív az egyénisége a versmondónak, mennyire törekszik arra, hogy együtt éljen a vers, ugyanakkor együtt éljen a közönséggel is. Ez nagyon nehéz, ez már majdnem színészi feladat. Ezekből tevődik össze számomra. Zalán Tibor költő, író ezen kívül a hangsúly és a ritmus fontosságára hívta fel a figyelmet. Mint mondja, a döntés meghozatala nehéz feladat elé állította a zsűri tagjait. Nagyon nehéz lesz, mert közel azonos színvonalon adták elő a középiskolások, és magasabb színvonalon adták elő a felnőttek. Átravannak meg ugye a zenekarok. Szerencsére 2, illetve 3 vagyunk a zsűriben, némi késés, és csatlakozott hozzánk Orbán György is. És a hármunknak a közös eltérő vélemény, amit nagyon remélem, hogy így lesz, juttat el bennünket valami végeredményhez, mert pontok, félpontok kérdése az egész. Nincsenek igazán kiugró teljesítmények, de nincsenek igazán elmaradó versmondók sem. Tehát együtt mozog a mezőny, ami a legrosszabb nekünk, döntököknek, és legnagyobb öröm ugye a vers szerelmesének, vagy vers barátainak. A nevezés feltételei között szerepelt 3 olyan mű megtanulása, amelyekkel a versenyzők még nem szerepeltek iskolán kívüli nyilvánosság előtt. A zsűri részét gazdagította Fábián Péter színész, rendező is, így a nehéz végső döntést a 3 tagból álló bizottság döntötte el. Fábián Péter kitűnő rendező és író, de eltérő nemzedékben vagyunk, tehát ő más gondol a versről feltehetően, mint én más gondolok a színházról, mint ő, tehát ezek a különbségek nagyon fontosak lehetnek a döntésben, illetve több szempontból, több fókusszal tudják az adott versmondást mérlegre tenni, és a Torben György pedig a maga Baka élményével, ugye nekem is barátom volt, neki is barátja volt Baka, ott jelentősen hozzá fog járulni ahhoz, hogy a végső döntés megszülessék. Nem félek, hogy rosszul döntünk, inkább attól félek, hogy sokára lesz egyesség, sokára fog a fehér füst felszállni. A nap folyamán 2 fordulóban álltak zsűri elé a résztvevők. A középiskolások és a felnőttek kategóriájában 1., 2. és 3. helyezettet választottak, az énekelt vers kategóriájában pedig az 1. helyezés megosztva lett kiadva. A kategória győztesek meghívást kaptak a versünnep nemzetközi seregszemlére is.
Emellett külön díjakat is kiosztottak, ilyen elismerést kapott többek között Németh Berczel is, aki Szegedről érkezett a versenyre. Három művel készült mindenki. Nekem az egyik az Baka Istvántól a Helsinger című mű volt, Joriknak a monológiai közül az egyik vers. A második az Vörös Marti Mihálytól a Véncigány. Azzal kezdtem az egész versenyt, mivel első voltam, és nagyon izgultam, lemegett a lábam. És a harmadik pedig Arszenyei Tarkovszkitól a Tábori Kórház, amit Baka István fordított. A verseny legfontosabb célja továbbra is a Baka irodalom élővététele.